Így jó? Uh-huh. Nem túl sok? Na, ne nevettes! Sziasztok! Amint azt látjátok, a mai videóban nem vagyok egyedül, ugyanis itt van velem a férjem. Sziasztok! Aki egyébként már nagyon régen szerepelt itt a YouTube csatornámon. Nyáron szerepelt. Valamikor nyáron, egy pár hónappal ezelőtt egy kérdezfelek videó volt az is. És ez a mostani is az lesz, ugyanis azokat a kérdéseket fogom feltenni a férjemnek, amiket ti küldtetek neki Instagramon, azzal kapcsolatban, hogy hogyan készült az apaságra, hogyan élte meg a babavárást, illetve hogy milyen érzés apának lenni, illetve milyen gondolatok vannak benne ezzel kapcsolatban. Ez a videó a Ragaszkodj Hozzá kampány támogatásával készült, amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik. Ez már nem az első közös videón velük, és mindig nagyon örülök a megkeresésüknek, ugyanis a Ragaszkodj Hozzá kampánynak a honlapján nagyon érdekes és fontos tartalmakat osztanak meg, akár a tudatos családtervezéssel kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes készülni a babavárásra, mind testi, mind lelki szempontból, tehát hogy például milyen vizsgálatokat érdemes elvégezni, hogyha a babát szeretnétek. És nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra a honlapjukon, illetve a tartalmaikban, hogy ez az egész családtervezés, illetve a babára való felkészülés egy közös folyamat legyen, amiben a pár mindkét tagja részt vesz. Úgyhogy ha nálatok aktuális a babatervezés, vagy egy-két éven belül az lesz, akkor nagyon tudom ajánlani nektek, hogy látogassatok el a Ragaszkodj Hozzá kampánynak a weboldalára. Minden elérhetőségüket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Most pedig nézzük a kérdéseket. Nézzük. Nagyon sok hasonló jellegű kérdést küldtetek a férjemnek, úgyhogy én próbáltam egy picit egybegyúrni ezeket, és logikailag, illetve időrendileg sorrendbe helyezni őket, hogy ne így össze-vissza ugráljunk a témák között. Az első kérdés az az, hogy mikor érezted, hogy gyereket akarsz Szandrától, mennyire volt ez téma a kapcsolatotok elején? A kapcsolatunk elején nem volt nyilván téma. A kapcsolatunk elején egymással foglalkoztunk, igazából akkor mi nem láttuk, hogy mi lesz a jövő. Aztán egy szépen haladtak ugye a dolgok előre, ugye először összeköltöztünk, aztán összeházasodtunk, és ez sok év alatt történt ez, és a közben kezdett el gyerengeni, hogy ezért most már lehet utódon is gondolkozni. De azt nem tudom így exaktum megmondani, hogy mikor merült fel ez először bennem. Az biztos, hogy az eskü után valamikor már. Igen, de is be volt átolva, amikor még csak terveztétek a babát. Mit gondolsz, miért pánikolva sok férfi? Én nem voltam betolva, mert gondolatban eljutottam már odáig, hogy, hogy lépjünk tovább, és szeretnénk gyereket. Igen, tehát mi tudatosan már terveztük. Igen. Azt, igen. Hogy babát szeretnénk. Erre tudatosan készültünk, és amikor meg az ember otthon, hogy ezt eldöntötte, akkor valószínűleg nincs betolva. Az lehet betolva, aki még nincs ott igazából teljesen fejben. Szerintem a legtöbben egyébként azért tojnak be, úgymond, mert nyilván persze próbálnak felkészülni erre az egészre, de azért ez mégiscsak egy ismeretlen kaland, és hát egy nagyon nagy változás az ember életében, és szerintem sokan ettől ijednek meg. Mindenképpen ismeretlen, és mindenképpen egy hatalmas változás ahhoz képest, ami előtte van. Gyermektelen, hogy az ember teljesen más dolgokon gondolkodik. Igen. Tehát hogyha valaki nem trenírozza magát erre az egészre, vagy egyszerűen nem jutott még el odáig a, most talán csúnya hangzik az érzelmi fejlettségében, akkor előfordulhat az, hogy bár azt gondolja, hogy egyébként ő fölkészült, valójában rájön, hogy hoppá, még semmi, ez kicsit sok lesz. Elsőnek lányt vagy fiút váltál jobban? Én nem terveztem így előre, hogy milyen nemű gyermeket szeretnék jobban. Hát de sok férfi, tudod, úgy van, hogy először jöjjön a fiú, a trónörökös. Tudom, persze, van ilyen, de nem ez valami nem volt. Azóta lényeg, hogy legyen egy egészséges, szép gyerekünk. De hogyan tudtad meg, hogy kisbabátok lesz, és hogyan reagáltál, milyen érzések kavarogtak benned? A Lilinél ugye nem is volt nagyon lehetőség, mert orvos mondta el, tehát nem volt ott igazából semmi. Hát igen, ott nem én mondtam el neki, hogy babát várok, ugye, hanem ott egyszerre tudtuk meg az orvostól, mivel egy Lili lombik baba. Teljesen személytelen, semmiféle romantikus dolog nem volt. Belementünk egy kétszer-két méteres szobába, és egy megfáradt arcú doktor bácsi között egy gratulál, Szandra ülte. Igen. Szóval így tudtuk meg. Ja, már a Vincinél meg ugye ott már más volt a helyzet, hogy Vinci természetes úton fogant, és ott Szandra meglepett engem egy teszttel. Igen. Onnan tudtam meg, hogy érkezik Vinci.
pince, és ráadásul nagyon érdekes volt dramaturgiailag, pont a születésnapomon. Ez így van. Tudtam ezt meg. Igazából az már egy második teszt volt, mert én előtte pár nappal csináltam egyet, de az ilyen, hát szerintem csak oda képzeltem a csíkot, de valójában ott volt, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor várok még pár napot, és a férjemnek a szülinapján fogom megcsinálni a tesztet, és hát azt hiszem ennél jobb ajándékot nem nagyon tudtam adni. Arra még válaszolja, hogy milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy gyermeked lesz. Mind a két gyereknek borzasztóan örültem. Örültünk mind a ketten, de Lilinél még hatványozottabban azért is, mert ugye az a procedúra, ami a Lombik programmal együtt járt, és nagyon sokat aggódtunk és nagyon szurkoltunk, hogy sikerüljön elsőre, az végül is teljesült, tehát hogy ott ilyen öröm a négyzeten volt, amikor megtudtuk. És Vincénél pedig azért volt egy picit más, mert ugye ő már természetes úton fogant, ott meg nem tudtuk, hogy ez sikerülhet egyáltalán még, és az volt hatalmas öröm, hogy ilyen nagyon hamar és mindenféle gond nélkül ez megtörtént, úgyhogy mind a kettő nagyon nagy öröm volt, egy picikét ugye más. Mennyire tudtál empatikus lenni a terhes Szandrával? Átérezted, hogy ez egy más állapot, illetve hogyan élted meg a várandóságot férfiként? Azt nem érzi át egy férfi, szerintem ez bárki bármit mond, az egy teljesen ez egy anya állapot, azt nem lehet átérezni. Nyilván a megértőnek lenni, meg támasznak lenni, meg segíteni, meg ebben az érzelmi hullámosodónak lenni, az egy dolog, és az fontos is. Ezt próbáltam én is szerintem művelni. Abszolút. Miben tudtál segíteni Szandrának a várandóság alatt? Hogyan tudtad érzelmileg támogatni? A Lili esetében a Lombik programmal kezdődött. Rengeteg stressz volt már ott és a próbálkozásnál. Azt nem tudom, az injekció, akkor ezek a időzített, ilyen neuromi pontossággal elvégzendő dolgok, igen. Az aggodalom, az, hogy egyáltalán sikerülhet-e, ez mind-mind ugye befolyásolták a Szandra hangulatát. Nyilvánvalóan is tele voltam kételyekkel legbelül, de igyekeztem ezt valahogy elnyomni magamban, mármint a Szandra felé, tehát nyilván mondjuk anyukámmal beszéltem róla, meg egy-két közeli barátommal beszéltem arról, hogy mitől tartok, de neki nem mondtam soha ezt el, neki mindenképpen azt mondtam, hogy nyugodjon meg, ezekkel ne foglalkozzon, meg lazítson, meg próbáltam egy ilyen pozitív ellenpólus lenni ebben a borzasztó nehéz időszakban, és ez mai napig tart szerintem. Igen. Én vagyok az aggódós, ő meg aki keep calm, nyugi, ne idegeskedj, és ez, tehát hogy ilyen szempontból tök mások vagyunk, de nagyon jól kiegészítjük egymást, és ez nagyon jól működik egyébként a kapcsolatunkban. A Vincénél már kevésbé volt ez probléma, sokkal gördülékében ment minden. Igen, észre sem vettük, hogy terhes vagyok jó formán, mert annyira lefoglalt már minket Lili, ott kevesebb probléma is volt, tehát hogy ott tényleg nem volt annyi aggódni való, úgymond, mint mondjuk a Lilivel való terhesség alatt. Mert azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem én terhesként sem voltam nagyon más, jó, nyilván az érzelmi hullámvasutakat leszámítva, de mondjuk nem volt ilyen, hogy este 11-kor a tél közepén epret kívántam volna, és neked rohannod kellett volna. Nem voltam ilyen extra hisztis, vagy extra kívános, ami miatt neked ilyen nagyon extra feladataid lettek volna. Hát mondjuk a lábamat az gyakrabban masszíroztattam, arra emlékszem, de én azt gondolom, hogy tehát, hogy nagyon, tényleg jó, ahogy mondtad is, hogy jó támaszom voltál, főleg ezekben az érzelmi hullámvasutakban, amik azért így jellemzőek ugye a terhesség alatt a hormonok miatt. Melyik volt az a pillanat, amit a legnehezebben éltél meg a várandóságok során? Amiről az előbb is beszéltünk, ugye ez a mesterséges úton történő gyermeknemzés, ez egy borzasztó nagy stressz egyébként mindenkinek. Tehát, és bele sem tudok gondolni, hogy annak, akinek mondjuk nem első, másodszor, harmadszor, hogy negyedszerre sikerül, az milyen borzasztó nagy lelki teher. Volt egy különösen nehéz része ennek a vége, amikor pontosan szenteste volt, arra emlékszem. A Szandra vérnyomása az egékbe fölszökött, és hát muszáj volt bemenni a kórházba. És hát egy szenteste berobogtunk a klinikára, és Szandra ott is maradt egészen nyilván a negyedikéig, mert még tovább is, de negyedikén született Lili. Úgyhogy gyakorlatilag karácsony, szilveszter, új év az végig külön töltöttük. Nyilván voltam benne a minden nap, meg szilveszter, a kölyök pezsőbe kocsitottunk, de az titokban. Titokban, de az egy nehéz időszak volt ott, az hogy nehezen éltük be mind a ketten. Miben volt más Vincét várni, mint Lilit? Valahogy felszabadultabb volt az egész, tehát ugye mivel nem voltak meg azok a tényezők, amikor a Lilivel való terhességet megvoltak,
ezért sokkal inkább felszabadultabb volt szerintem. Igen, nem kellett mindennel foglalkozni, sokkal inkább lehetett ezt ilyen természetesen engedni. Igen, igen, sokkal kevesebbet aggódtunk, és ez igen, egy érezhető is volt, igen. Annó megkérdezte tőled bárki, hogy te hogyan érzed magad, hogy milyen érzések kavarognak benned? Nem, szerintem nem. Na, hogy engem kiléve. Én ezzel megkérdeztem. Kívülállók, vagy hát a távolabb, közelebb ismerősök, azok mindig azt kérdezték, hogy hogy vagytok. Igen. Vagy hogy bírja Szandra. Nekem ezzel nincsen bajom, szerintem ez nem feltétlenül probléma, hogy inkább az anyukára koncentrálnak a kérdések. Bár van, aki ezt igényli, van olyan férfi, aki ezt nagyon igényli. Biztos, hogy van, ő lelkét is hápolja valaki így az apává válás folyamata alatt. Egészen biztosan van ilyen ember. Felkészültnek érezted magad az apaságra? Egyáltalán fel lehet erre készülni? Illetve mit tanácsolnál azoknak, akik most állnak gyerekvállalás előtt? Nem lehet felkészülni. Tehát az ember azt vélelmez és azt gondolja, hogy ő most már felkészült erre, és akkor menjünk, vágunk bele, és aztán az első héten rájössz, hogy nem készült éppen semmi. Igen, igen. És egyébként a második gyerek érkezésével sem sokkal jobb a helyzet, mert akkor azt mondjuk, hogy oh, hát már van egy gyerek, igen. Akkor a második. Már mindent tudunk. Mindent tudunk. Második nem. Már így vagy minden. Teljesen más a történet, tehát két gyerekkel, lév nagyságrendekkel nehezebb néhány pillanat, mint egyel, ezt tök el egyértelmű. Úgyhogy nem, szerintem felkészülni igazán nem lehet. Tréningezni magát lehet az embernek, főleg ugye lelkiekben. Mit tanácsolok, akik most állnak gyerekvállás előtt? Hát tényleg azok válljon a gyereket, akik kellőképpen erre éretnek érzik magukat. Tehát az nagyon fontos, hogy legyen ott mindenki azon a ponton, hogy most már tényleg bele tudok ebbe vágni. Igen. De semmitől nem kell félni egyébként, tehát hogy félelem az ne legyen senkiben, minden fog menni, alakulni, minden meg lehet oldani, és rengeteget fog mindenki tanulni ebben a folyamatban. Na, ha már a félelem. Említetted, mi volt a legnagyobb félelmed az apasággal kapcsolatban? Én nem nagyon féltem igazából semmitől. Igen, hát igen, nem vagy ez a ráparázós típus, hogy így gondolkodsz, hogy jaj, mi lesz, meg hogy lesz, hanem te csináljuk, aztán majd úgyis lesz valami. De van olyan terület. Jó, van olyan, de alapvetően én tényleg nem. És e tekintetben meg aztán végképp nem volt a félelmem. Tehát igazából belevágtunk, és tudtam, hogy valamerre mindenféleképpen haladni fogunk, tehát olyan nem lesz, hogy hogy ne legyen, hogy mindent be fogunk oldani, mindent fogunk tudni kezelni a saját idejében, és egyébként ez így is lett. Igen. Nem féltél, hogy a gyerekek születése után eltávolodtak egymástól Szandrával? Nem. De ez megint olyan, hogy nem féltem igazából semmitől konkrétan, ettől egyébként végképp nem féltem. Mert azt sejtettem, hogy meg tudtam, hogy valamelyről változni fog a kapcsolatunk. Egy, de leginkább két gyerekkel most már teljesen más az életvitelünk, más a napi rendünk, más dolgok fontosak, ugye, amikor az emberek gyermekei vannak. Úgyhogy törvényszerű, hogy valamelyre változni fog, ami egymáshoz való. Hát persze, hiszen most már nem csak mint is, nő és férfi vagyunk egymás mellett, hanem mint apa és anya, tehát ez magával hoz egy természetes változást is a kapcsolatunkban. Egy úgymond nehézség legalábbis számunkra a gyerekek mellett, hogy sokkal kevesebb minőségi időt tudunk tölteni kettesben. Mert szerintem nagyon fontos része egy kapcsolatnak, hogy amikor egy párból ugye anya és apa lesz, attól még ugyanúgy legyen idejük csak egymásra és csak a másikkal foglalkozni. Hogyha ez csak hetente egy óra, akkor hetente egy óra, de legyen meg, mert nagyon fontos a kapcsolat minőségének és milyenségének a szempontjából legalábbis szerintem. Így van. Mi volt az első gondolatod, amikor a kezedben foghattad a gyermekeidet? Milyen érzések jártak a fejedben? A Lili ugye nagyon sokáig nem fogható kezünkbe. Igen, igen, mert hogy Lili koraszülött volt, és igen. Hát már legalább másfél hetes volt, mire egyáltalán a kezünkbe vehettük őt. Szóval ott az egy ilyen kifejezetten nagyon intenzív pillanat volt, amikor tényleg végre megfoghattuk őt. Igen, mert ez fantasztikus igazából, aztán nem is nagyon lehet, szerintem, ha csak nem lennék valami borzasztó jó író vagy költő szavakba önteni. De egyébként nagyon, nagyon mély gondolatok nem voltak ott akkor a fejemben, de Vince születésekor sem. Tehát nem volt valami lepergett előttem, valami nem tudom, filmszerű vagy akármi, hanem egyszerűen megállott minden, és semmi más nincsen, igen, csak a kisbaba meg én. De valami olyasmi lett. Nem is lehet körülírni. Nem, abszolút nem. Tehát valami olyasmi lett, mint amikor mielőtt beleesne egy fekete lyukot, megáll minden. És igen, akkor, igen. Az semmi nem gondol, az csak a gyerekre. Azonnal jött az apai ösztön. Hogyne. Persze.
Igen, mert hogy mit nevezünk apai ösztönnek, ez is egy érdekes megközelítés. Amit én gondolok erről, az ugye az apai ösztön az egyből, hogy megláttam a mind a két gyereket, az ott volt, tehát akkor éreztem, hogy igen, most már ők a részei az életünknek, felelős vagyok értük, meg egyebek. De ha az az apai ösztön, amit sokan gondolnak, hogy tudom én, be tudok pelenkázni, meg tudsz neki adni enni, az nyilván az ugye már kialakul menet közben. Uh-huh. A Vincére már könnyebb volt, mert már ugye volt egy... Igen. Hát ha már a pelenka cserét említetted, hogy álltál neki az első pelus cserének, és milyen lett a végeredmény? Nem tisztán emlékszem, de az úgy rémlik, hogy nem volt a legfőnösebb baj. Tehát nem igen, nem volt egy ilyen extra nehézség számodra ez a pelenka cseré. De van, akik ettől tartanak a legjobb, hogy fog bepelenkázni egy gyereket. Én rendszeresen látom, hogy ez komoly. Akkor nem kell tartani. Kételj. Az a legkönnyebb, főleg manapság, mert most már nem ilyen háromszög textil pelenkákat kell hajtogatni. Igen. Biztos, hogy tudja elpiszkodni az oldalát, hanem egészen könnyen kezelt pelenkák vannak, tehát borzasztó egyszerű, én is nagyon féltem tőle. Nyilván megfigyeltem a Szandrát, hogy csinálja, meg melyik az elején, melyik a hátulja, meg ilyen, az fontos dolog. Meg hogy kell ráragasztani ezt a csíkot, de ez annyira könnyű igazából az első, szerintem egészen jó lett. Volt olyan félelmet, hogy a munka miatt lemaradsz a gyereket mérföldköveiről? Ha csak nem mondjuk egy ilyen fél éves külföldi kiküldetésben van az ember, és úgy marad le, akkor az úgy tényleg kellemetlen lehet, de ugye nálam ez nem játszott. Most az, hogy délelőtt 10-kor látom az első lépését, hogy délután 5-kor az annyira nem okozott nagy lelkitörést. Tehát igazából egyetlenül nem tartottam. Nem rossz kétfelé osztani a szeretetedet, plusz, hogy még a feleségednek is jusson belőle? Ez olyan furcsa kérdés, hát miért? Az, hogy több gyermeknek, vagy meg a feleségednek. A feleségem meg nyilván teljesen más szeretet, mint a gyereknek. Igen. De ezt miért kéne, az egyik rosszabb minőségű szeretet, mint a másik, tehát ugyanannyira szeretem mind a kettőt. Nem, csak például akik ugye gondolkoznak azon, hogy akkor szeretnének testvért is a gyereküknek, akkor ez sokaknál ilyen dilemma, hogy hogy fogja egyszerre szeretni a kettőt, meg egyformán, de ez szerintem olyan hülyeség, mert annyira természetes és magától értetődő az egész, hogy amikor megszületik a testvér, akkor egyszer ő is ott van, és őt is szereted, és nem persze gondolkozol ezen, hogy most akkor kit szeretsz jobban, vagy őt így szereted, vagy hogy szereted, hanem egyszerűen szereted mindkettőt, és ez nem ilyen nagy alás, hogy most jaj, úristen, most egyiket így szeretem, másikat úgy szeretem, mert egyszerűen szereted mindkettőt, szóval ezen szerintem annyira felesleges aggódni. Volt olyan, hogy Szandra rossz anyának érezte magát, és egy veled való beszélgetés segített neki? De szerintem rendszeresen van is. Igen, elég gyakran vannak ilyen beszélgetések. Igen. Egyébként... De ez így oda-vissza működik. Ez az egyik legjobban jelenlévő félelem, vagy nem tudom, hogy ilyen kicsit negatív dolog. Az embernek ilyen kételje vannak saját magával szemben. Ugye nem tudja, hogy jól csinálta, nem jól csinálta. Igen. Nincs igazából egy ilyen független visszacsatolás, hogy na most akkor ezt így kell lett volna a gyerekkel, vagy úgy kellett volna. Igen, tehát hogy mi ezeket megbeszéljük, mert tényleg gyakran érezzük azt, hogy én is, hogy most ezt jól kezeltem ezt a helyzetet, és akkor megbeszéljük, hogy ezt lehet, hogy nem így kellett volna legközelebb így csinálni, csak hogy legyen valami egységes, úgymond álláspontunk egy adott szituációban, szóval mi erről így rendszeresen beszélünk, és szerintem ez fontos is. Sokat idegesítenek a gyerekek. Olvasok egy blogot, amit egy apa ír, és süt belőle, hogy az agyára mennek a gyerekei. Csak őszintén. Őszintén, hát nyilván van olyan pillanat, amikor az ember nagyon felidegesíti magát, és tényleg egy olyan lelkiállapotban, amikor nem is csak a gyereket, de minden idegesíti, de aztán az intenzív gyerekek már pedig nekünk nagyon intenzív, mind a két gyerek viselkedések. Igen. El tudom teljesen fogadni, nem ismerem ezt a blogot, de hogy biztos vagy. Biztos tudnál vele azonosulni. Biztos tudnék vele bizonyos pillanatban azonosulni. De egyébként nem mondom azt, hogy tehát nálunk azért nincs ez minden percben. Igen, meg azért szülőként megszoksz bizonyos dolgokat. Tehát megszokod azt, hogy állandóan zaj van körülötted, hogy nem tudsz mondjuk nyugiban telefonálni, amíg a gyerekek ott vannak körülötted, és ezeket ugye egy idő után megtanulod kezelni, és elfogadod, hogy jó, hát itt ez van. De nyilván vannak olyan pillanatok is, amik mondjuk ritkábbak, amik mondjuk úgy tényleg felidegesíti magát az ember, szóval, hogy igen, vannak ilyen pillanatok. Mi a kedvenc programod a gyerekekkel? Minden. Igazából. Igen, szerintem tök jó, hogyha így el tudunk menni csinálni négyesben bármilyen közös programot,
nem kell, hogy ez valami nagyon extra dolog legyen, akár csak elmegyünk sétálni valahova. Szóval, hogy én nem gondolom azt, hogy itt a program minősége határozza meg, hogy az most úgy mennyire jó nekünk, hanem bármi, amit így közösen tudunk csinálni, nem akarok helyette válaszolni, bocsánat. De igazából igen, most szerintem nincs is abban a korban, hogy kialakuljon egy olyan program, amire azt mondjuk, hogy hú, ezt nagyon szeretjük együtt csinálni. Most mindent igen. szeretjük együtt csinálni. Igen, tehát... meg azért ugye van köztük 2 év, szóval nehéz olyan programot találni, ami a Lee-nek is elég érdekes, és azért a Vince is tudja már élvezni. Vannak ilyen nagyon cuki pillanatok, amire így emlékszünk, hogy amit nagyon jó volt együtt csinálni. Igen. Ilyen volt például, amikor legutóbb voltunk. Pónilóban volt a Lili, végre felült egy pónilóra, rákönyörögtem, és akkor nagyon élveztem. De igazából minden, tényleg a legapróbb kis elfoglaltság is jó velük. Hogyan fogod kezelni, amikor lélek szerelme lesz? Ugye a lányos apukákkal már többet beszélgettünk erről. Igen. Szoktuk mondani, hogy már betároztuk a sörétes puskát, és egyébként van még baseballütő is, meg golfütő is a családban. De viccet félretéve, ezt nagyon nehéz elképzelni, de meg kell próbálnom igaznak maradni ebben a kérdésben, mert nyilván ez nem rólam szól, hanem az ő boldogságáról. De biztos nem nehéz lesz így elsőre ezzel szembesülni. Én arra gondoltam, hogy megpróbálom felidézni majd a saját fiatal koromat, hogy én mit szerettem volna, és ehhez képest a szüleim mondjuk hogyan viselkedtek. Igen. Illetve nagyon fontos, hogy én nagyon remélem, hogy egy őszinte gyerekünk lesz, és az nagyon sokat fog segíteni. Igen, ez nagyon fontos. Mi az, amire nem számítottál az apasággal kapcsolatban, vagy amit máshogy képzeltél el? Én szerintem egyébként, amire nem gondoltam ennyire, vagy amit nem gondoltam ennyire súlyosnak, az az, hogy mennyivel durvább 2 gyerek, mint egy. Ugye a Lilivel úgy el voltunk, na jó, hát igazából most már megvannak ezek a kialakult dolgok, meg sinem vagyunk, meg nem tudom, jöhet a második, majd az már sokkal könnyebb lesz, mert itt már tudjuk, hogy mi van. És egyszer akkora nagy változás, tehát erre gondoltam. Igen, és amikor egyébként már 2 gyereked van, akkor észre, hogy mennyire könnyű volt egyen. Igen, és ezzel akkor szembesültünk, amikor Lilit már el tudtuk vinni anyósomékhoz egy hétvégére, hogy ott maradjon náluk, és akkor csak 1 gyermek van, és szembesülünk, hogy úristen, mennyi. Igen, mondom, olyan, mintha itt se lenne, csak 1 gyerek van, mintha nem is lenne dolgunk, mert csak 1 van, és úristen, milyen könnyű így. Igen, abszolút, tehát ez egy nagy meglepődés volt. Mi a legnehezebb az apasággal kapcsolatban? A legnehezebb az az, hogy amit már érintettünk kicsit a te esetedben, hogy nem tudja az ember, hogy jól csinálja-e. De nekem ez a legnagyobb bajom. Édesapám már évek óta nincsen velünk. Tehát még az sincs, hogy oda mennék hozzá, hogy figyelj már, apu, te ezt hogy csináltátok, hogy csináltad velem, vagy az öcsémmel. Szóval ez egy picikét hiányzik, hogy legyen egy ilyen valami hang, ami megmondja, hogy jó úton járok-e, vagy nem. Na és akkor egy szép lezáró kérdés. Mit jelent számodra apának lenni? Az élet értelme tulajdonképpen. Tehát, hogy most annélkül, hogy elmenünk ilyen spirituális síkra, tényleg azt gondolom, hogy semmi más nem lehet fontosabb az ember életében, mint hogy legyen egy utódja, aki tovább viszi az ő szellemiségét, meg kis darabkáit, meg ezt, azt, amazt. És ennek ugye a legjobb módja, hogy ha apa az ember, vagy anya, tehát ez ugyanúgy az édesanyákra is igaz. Azt hiszem, hogy ennél szebb lezárás nem is tudok így a végére. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a nézőknek a kérdéseire. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó nektek, és ha szeretnétek további hasznos tartalmakat olvasni a tudatos családtervezéssel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes felkészülni a babavárásra, akkor mindenféleképpen látogassatok el a Ragaszkodj Hozzá kampánynak a weboldalára, az elérhetőségeket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Ennyi lett volna ez a mai videó, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!